Szervusztok, kedvesek! Igen, amint már mondtam a múltkori videóban, egy picit most leálltam videókészítéssel, mert kicsit bepánikoltam, hogy túl sok a videó fönn, meg hogy okos, amit mondok, meg stb. Tehát kell szeretgessetek engem a kommentek, vagy ja, igen, tök jó, meg ilyenek, de ezt nem azért csinál, csak hogy tényleg elbizonytalanodtam. Én például 20 éve hallgatom azt, hogy miért nem írsz könyvet arra, hogy mik történtek veled Indiában? Besszerler lenne tuti, de nem érzem ezt, mert most tök mindegy. Most lehet, hogy fogom elkezdeni egyébként, mert hogy ez a történet, hogy megosztotta a Facebookon is, hogy valaki egész véletlenül vett egy facsebetét egy vonaton Indiába, és kiderült, hogy a világ legdrágább mangója az a japán Miyazaki-féle mangót vette meg 2500 rupiáért, kb. 10.000 forintért. Ez annyira vicces, meg ez annyira indiai, tudod, hogy hirtelen megveszted a véletlenül a világ legdrágább mangó facsövetét egy vonaton. Tehát nem egy kertészeti kiállításon, nem egy faiskolában, nem egy kertészetben, véletlenül a vonaton veszel egy fát. Ezek Indiában előfordulnak. Szóval ezeket imádom, tehát ilyen izé, de hát hogy igen, néha azért nekem bizonytalansági faktorjaim vannak. De múltkor is, hogy azért egy nagyon kemény témával jöttem be, mert hogy igazából az így átütött az én inger küszöbömet is. És most is átütött valami az inger küszöbömet, nem most, egy két hete, de hogy itt ülök a dugóba az M0-áson, gondoltam, van időm erről beszélgetni veletek. Van egy ismerősöm, egyáltalán nem barát, inkább ismerős, mert nagyon eltérnek az elképzeléseink az életről. Viszont nagyon jókat szoktunk beszélgetni, meg valahogy tudod, az a sztori, amikor így nem tud elmondani senkinek, hogy közel áll hozzá, és akkor elmondom, hogy van idegennek. És akkor én is tök sok dolgot megbeszélek vele. És akkor tök jó, mert akkor én látom, mi az ő reakció, és tudom, na azt biztos, hogy nem szabad. De egyébként teljesen rendben lévő ilyen viszonyunk van, tehát hogy ezt nem mögötte csinálom. Én előtte is szalonnácinak szólítom őt, tehát hogy ebből a szempontból igen. Nincs semmi baj, ilyen izé, tehát egy ilyen kapcsolat, és ő is neki is totál tájidegen, ő vadászik, izé, minden, izé, teljes körület. És akkor én vagyok neki a hülye fűevő haverja. De ő szokott ilyen izé, ilyen genyós előlet kérdezni, és amikor valaki füvet vág, és te arra sétálsz, akkor úgy, te úgy érzed, hogy az fú, milyen ínyenség, tehát olyan kb. Ennyire hülye, de imádom. És hát ez egy idősebb pali, nem idősebb, hát tőlem egy 10x-el idősebb. És hogy az egyik babócája, a fia egy pár hete előállt azzal, hogy ő meleg. És ez egy ilyen hiper, mondom, én szalonnácinak szólítom, ez a hiper jobboldali ember, aki ez a fú, minden, igen, mindenki szemét rohadt kutya, aki nem úgy gondolkodik, mint ő. És tudod, ez a teljes ilyen szellemi önkontroll és önkritika nélkül. Tehát, hogy ő amikor felgyújtottak 4 szánkót, nem is tudom mit, 5 szánkot, tök mindegy 10 szánkot, valamilyen budapesti, ilyen karácsonyi valaminek, ott azonnal mindenkinek golyót, kötelet, kész, vandár, rohadék, pusztuljon meg. De hát amikor a Donald Trumpos csávok, azok lerombolták az a Kapitolium épületét, meg betörtek, meg rendőrök haltak meg. Ja, hát ők csak kinyilvánították a véleményüket. Hát ilyen fajta elnyomás ellen, amit ők érzékelnek Amerikában, hát egyértelműen föl kell lázadni a népnek, tehát kb. Ilyen. Tehát hogy a 4 szánkó az vége, kész világ vége, és akkor ugye a demokráciának így a fellegvárra gondolt amerikai középületnek a lerohanás, az meg hát ez barátságos, ez ilyen kerti parti volt, egy ilyen zsúrszerű, tehát az ő elképzelésre. Tehát, hogy nincs önkritika, nincs önreflexió, ő mindent a csövön kifér, és egy ilyen típusú ember. És persze elindult a fasság a szájából, hogy biztos, hogy beoltják az a gyerekeinket a melegséggel, meg és egy ilyen tök érdekes dologról beszélgettünk vele utána. Nem tudom, mennyire ütötte át az inger küszöbét, vagy elmondom a végére, mi volt az ő akciója. Én azt mondtam neki, hogy igazából arra kéne összpontosítani, hogy egyrésztről ez teljesen mindegy, mert ugyanúgy a gyereked, és ugyanúgy imádod, szereted, de most neki ez a preferenciája. Kézzel, amikor a gyerekedről mondtam, az egyik gyerekéről mondom, hogy kiderülne, hogy
hogy nem Fradi szurkoló, mondom, olyan nincsenek, ugye vagyok, kész vége, akkor. Mondom, az egyik gyereket hazajönne, mint egy lila kabátban. Azonnal teljes kikészülés, hogy hülye vagy, hogy kiutasítanám a családból, vége, kész, izé. Úgy csinálnék, mint hogy a kitolatnék, azt elütném a picsába. Ilyen nem volt, persze ezeket viccből mondja, mondom, hogy kb. Ez, most kiderült a gyerekedről, hogy más preferenciája van az életben, mint amit te elképzelted, hogy neki kéne, hogy legyen preferencia. Kb. Ez. Akkor persze beszélgettünk, és akkor most mondtam neki, hogy igazából önreflexiót kéne egy picikét így nézegetni, mert hogy mondom, hogy a te gyereked, a te fiad egész életed azt lett, hogy az apja egy ilyen nagy, hangos, ilyen erőember, mindent erőből meg kell oldani. Az anyukája egyébként meg állandóan tűr, tehát hogy ilyen borzasztóan ilyen izé, ilyen kemény a mama, tehát hogy mindent kibír, mindent is. És emellett meg néha persze mama kifakad, és akkor hatalmas nagy izék vannak, hírigek vannak, és akkor csapkodás, izé, elköltözés, persze, izé. Apa persze ugye férfi ember, tehát mindig azt csinál, amit akar, hogy apa hazahozza a pénzt, aztán kész, de hogy azt mondja, hogy hónapokig nincs után hétvégén, mert mindig meccs van, meg vadászni kell, meg ez van, meg az van, meg amaz van, akkor az teljesen rendben van. És mondom neked, szerinted a te gyereked akar egy ilyen családot működtetni? Tőle tanulja meg, hogy mi a minta. Szerinted ő szeretne ilyen igazi férfi lenni, mint te? Mondta neki egy maszki, hogy ilyen életet működtessen. Hát az nem, az ki van lőve. És mondom, és akkor szerinted szeretne egy olyan nőt maga mellett, mint az anyukája? Mert lehet, hogy anyukának tökéletes, de minden nők azt látja, hogy annál vitatkoznak, annál feszültség van, üvöltözés, x időnként elköltözés, összepakol, kipakol, stb. Rohadjál meg, ezért. És most nem bántani akarom őket, ők ilyen olaszosak, mert egyébként ők valószínűleg brutált károkat tesznek egymásba, de ők ezt ilyen félváról veszik, vagy ilyen ilyen, a gyerekeik meg hát teljesen bele vannak ebbe ízélve, így roppanva recsenve. Van, hogy most te gondolsz, az, hogy most valakit külsőleg meg kell találni, akit kell okolni azért, mert te a film úgy döntött, hogy akkor ő nem akarja ezt a tradicionális ízét, mert hogy ő neki nem vette ezt észre, hanem most mondom, ez nem így van. Lehet, hogy valakinek lehet, hogy ez egy ilyen dolog, hogy ő már gyerekkorában is tudja, hogy ő ilyen más preferenciájú. Mint mi, amit mi azt gondolunk, hogy az izé a hétköznapi, de van, akiben ez kialakul egy ilyen mintaként. Ugye azt mondják a védelmi, hogy technikailag 25% a karma, amit hozunk az életünkből, és a maradék 75% az pedig ugye a szülői, a iskolai, a nagyobb társasági környezet. De ugye ez az, ami igazából ránk hatás, és minket formál. Tehát igazából mondták, hogy ne kezdjen újat mondani, ne kezdjen fassagot, hogy beontják őket, persze adjál már ezért, hanem arra kezdjél el figyelni, hogy te milyen példát mutattál a gyerekednek, vagy a te gyereked, ezért. Mert ő egyébként rendszeresen szokta azt is mondani, hogy mert hogy mindenki a snowflake culture-be nyomja, tudod, az amerikai kifejezés a mostani generációra, hogy a snowflake, ami azt jelenti, hogy ahogy leesik a földre, elolvad. És mondom, de nem, de a snowflake culture-t is mi hoztuk létre felnőttek. Hát ugye mi neveltük a gyerekeinket, és hát igazából most ők ezt így akarják élni az életüket, az azért van, mert azt kurvára nem akarják, amit mi létrehoztunk a világba nekik. És persze mindig azt mondják, hogy de nekem nagyon sok jobboldali barátod, de majd mi lesz, hogyha mondjuk ez a nagyon liberális elképzelés a világra, és akkor mi lesz? Mondom, akkor nem lesz semmi, akkor tök jó lesz. Képzeljétek el, múlt héten a holland egyik trónörökös hölgy visszamondta, pontosabban eladományozta az ő éves járadékát, mint a királyi család sor, ez 1,5 millió euró, szóval ilyen 500x millió forint, és nem akarja azt, hogy ő 20 évesen miért diszponáljon ennyi pénzt, amikor máshol meg tök szar az élete. És akkor igen, ez menjen egy olyan helyre, ahol egyébként mások életét meg fogja szemlíteni, meg fogja könnyíteni. Zseniális, tehát hogy ilyenek, ez a snowflake culture. Tehát, hogy ilyen például mindig, és megint csak, hogy a mostani fiataloknak milyen választásokat kell hozni, basszus, ez nem fair. Mi a szocializmusra nőttünk föl. Mi miről választottunk? Semmiről. Abba az iskolába jártunk, általános iskolába, ami a legközelebb volt a kérónkhoz, mert oda mentünk, kéz, ennyi. Abba az iskolába jutottunk be, amit apánk vagy anyánk elintézett, amit apánk vagy anyánk elgondolt, hogy az majd nekünk egy jó megélhetési forrás lesz a jövőnkre nézve. És ezt tanultuk, hogy ne lók ki a környezetedből, ne lók ki a sorból, húzd meg magad, stb. Ami szintén egy baromság volt, de akkor mindenki doszott giga individualista lett, és akkor persze, hogy az gyerekeimben nem tudnak beilleszkedni, mert hogy mi ezt mutatjuk, igen. Képzeljétek el, nekem a Yannis Varoufakis egy nagyon-nagyon szimpatikus politikus, szoktam hallgatni a dolgait.
És a YouTube-on volt egy előadása arról, mostanában a Jazeera TV-nek adta le azt az interjút, és aztán a YouTube-on osztotta meg, hogy a mai világban van a legtöbb pénz, így minden, ami létezik a rendszerben, és ebből a pénzből most van minden idők legkevesebbje befektetve a jövőnkbe. Jó, tehát a legtöbb lehetőség van, és a legkisebb segítségnyújtás van ebből. Ez milyen furcsa a világunk, és akkor egyébként meg csodálkozunk, hogy a mi gyerekeink ezt nem akarják, hogy igen, a mi gyerekeink nem biztos, hogy majd is azt akarják, hogy igen, hát egy a 4-500 millióan szeretünk húst enni a világban, meg megtehetjük, akkor basszuk szét a világot mindenki számára. Ez tök fair, nem? Hogy lakunk egy 8 milliárdon, de majd mi a felső 1-2%, majd mi kitaláljuk, hogy mi a pálya. Mert a mai világban a világ édesvíz tartalékának 55%-át használja el a húsipar. És azt ezt belegondolsz, hogy ez valaki, kézzel jön egy idegen a bolygónkra, egy Mars lakó, egy Hold lakó, egy Vénusz lakó, és ezt el kéne magyarázni. Egyébként egy pár ember szeret sztéket enni, és ezért, mert nem a húsevéssel van baj, nekem azzal is baj van, mert vegetáriánusok kint vagyok, stb. De hogy maga, hogy miért van ez a gigantikus marha hús őrület. Jó, megint csak a hindú beszél belőle, mert jöttek a marha szent állat. Az elmebetegség, tehát elmebetegség. Hogy pár száz millió ingyenc, ő úgy gondolja, hogy ingyenc, mert megeszik egy döglött darabot, ezért mi mindenki szívja meg, mindenki. És ezt a világon, ezt a mostani generáció ezt nem fogja hagyni és tűrni. És a mostani generáció azért van mindenki rettegésben, mindenki. Azért van ez az egész sztori a liberalizmus ellen, mert nem tudják, hogy mi lesz. Mi lesz ezekből az emberekből. Nem fogjuk fenntartani az izét a rendszer, hogy mindent szétlopunk, meg mindent kérjünk kedvénkre, úgy csinálunk, ahogy szeretnénk. És ettől vannak beparázva. A jövőre nézve szerintem nekünk attól kell majd csak tartani, hogy a mi gyerekeink valószínűleg hiperliberálisak lesznek, hiperjól fejek, stb. Valószínűleg a külvilággal szemben nem fogják annyira jól megvédeni magukat. Szóval, hogyha ne adj Isten, 50 év van egy háború mondjuk a Nyugat és Kína között, vagy mit, vagy bármi más, azért a kínai gyerek ebben kemények. És nem azért keményebbek, mert jobb anyagból vannak, meg azért, hanem más neveltetést kapnak. Mert a mi gyerekeinket is lehetne egy picikét keményíteni, de nem úgy, hogy mi gondoljuk, hanem úgy, hogy igenis legyen több olyan döntéshozatali lehetőségük, aminek a levét ők fogják meg. Most semmiről nem döntenek. El van minden döntve a fejükben, és akkor csodálkozunk, hogy nem akarnak dolgozni. Nem, ezek a feltételek mellett nem akarnak dolgozni. Hát képzeljétek el azt, hogy nem tudom most, hogy van, de a Covid előtt a nyugati világban Románia állt ahhoz a legközelebb, hogy meglegyen az egyenlőség a férfi és a női fizetések között. Tehát azonos munkakörért, azonos pénz és azonos juttatások járjanak. Ez Romániát a legközelebb. Ha azt mondták 2019-ben, ez 2022-ben fog létrejönni. Ezt akkor, az a kutatás 2019-ben például Németországnál 2087-re jelezte előre. Tehát még egy gyenge 60x év kell, mert hogy így működik egy nyugati, és ott is csodálkozik, hogy a gyerekeink nem akarnak ebbe belemenni, mert a gyerekek nem akarnak úgy egy olyan modellben működni családilag, munkailag, amit mi megteremtettük nekik. Nem, mert ők már ehhez egy kicsit okosabbak nálunk, tudod. Csak az a baj, az az eszköztár van, amit mi hoztunk létre. Szóval igazából az a lényege az egésznek, hogy igenis, ha bármi bajunk van, bármit azt gondolunk, hogy van, azt magunkba kell keresni. Mit csináltunk? Nem az, hogy jaj, más, meg így fújt a szél, meg bepattant egy arról repülő sirály felől. Mert látjátok, hogy minden ez van, de nálunk még Magyarországon, még a foci is ez van, hogy hát majdnem megnyertük meg, vagy meg, hogyha 2-3 helyen pattant meg, és akkor ez nem így van, gyerekek. Igen, és egyébként szerintem zseniálisan csinálták a srácok, elképesztő, meg bírták. Én azért nem szeretem nézni a magyar focit régen, mert szánalmas volt, hogy lomhák voltak, tudod, már 45. percben mindenki ki volt készülve, olyan szinten bírták a tempót a srácok, hogy így le a kalappal ezerszer, igen. Megint csak ugye a legtöbb ember a fiatalok miért, és ebből azt mondom, hogy én fiatalnak gondolom magam, miért ágálunk a foci ellen? Azért, mert minden más meg le van szarva, és ez nem fair. Hát ezt kell megtanulni majd mindenkinek, ugye a nagyon-nagyon közeljövőben,
hogy a következő generáció az ilyeneket nem fogja tolerálni. Hello? Nem fogja tolerálni. És most meg nincs meg az eszköztáruk a mackóknak, mert annyira mi formánkra van véve a világ, annyira ránk van torzítva. De ezek a gyerekek kicsit több szabadságot fognak kapni, minket ki fognak innen ebből a rendszerből picsázni. És jó lesz. És jó lesz, igen, mert ők már egy okosabb rendszert fognak felépíteni. Dubajba 2022-re önellátogatnak zöldségművekre. A sivatagban basszus úgy, hogy nulla termőföldet használnak, és egy hagyományos kertészeti rendszernek az egy, nem egy hatodát, bocsánat, 6%-át használják vízben. Tudjátok, ez a hydroponik sztori, hogy az a halak, ugye, pakilnak bele, adja az izé a jó kis nitrogénja, minden mást ugye a vízbe, és egyébként, mivel ugye ízének a sivatag közepén van a gardans üvegházak, az ott felhasznált víznek az 1%-át úgy párásítják és ködösítik el, hogy a nagyon-nagyon káros sugárzásokat ezzel teljes mértékben kiszűrik. Tehát, hogy basszus, már ilyeneket, a mostani fiatalok ilyenekbe gondolkodnak gyerekek. És igen, nem fogják hagyni földön, és én azt gondolom, hogy igen, ez a lisztkukac, hogy átvennek, igen, Európai Unióban legyen már lisztkukac benne a kajában, igen, több ezer éve eszik az emberek a bogarakat. És tényleg most mindenki elkezdett, egy csomó ilyen nagy húsevő barátom elkezdett nyávogni, hát ő biztos nem fog enni lisztkukacot, azt sem tudom, hogy mit eszel most, bazd meg. Hát, tudjátok, hogy miért van a legdurvább fertőtlenítés, a legdurvább minden a húsiparban? Azért, mert nem tudják külön tartani a hústerméket a fekáliától. Nem tudják, nem működik a rendszer annyira. Az, hogy te mit teszel, hogy a húst teszel, sose fogod megtudni, öcsém, igen. Vagy gondolj bele, hogy az őseink mit tettek, hogy a birkának a belébe töltötték a virslit, meg az izé, meg a malacnak a belébe töltötték a kolbászt. Ez van, ez ezzel jár. Nem az, hogy jaj, üdök is terjél. Igenis, együk lisztkukacolt. És tudjátok, most felröppent az a hír is, hogy az Unióban lehetne arról is egyébként önrendelkezni, hogy a testedet megegyék, miután meghaltál, hogy ne legyen az, hogy ez kárba vesz az a kis hús mennyiség. Hello. Ez nem ez se lenne rossz. Igen, igen. Igen! Igen! Igen, nem kell kényeskedni állandóan. Mi vagyunk a kényesek? Mi ez a kényelmes 40-es, 50-es korosztály? És mi rákenjük a fiatalokra. Igen, az, hogy ez a bajunk, hogy nekem nem tetszik, hogy te hogyan akarsz élni az életedet. Jaj! Igen. Mi vagyunk a kényesek, nem a fiatalok, gyerekek. Na, ez a megvilágosodás. Hellóka! Igen. Van egy amerikai kutató, nem fog emlékezni a nevére, ő a 2600 évre visszamenőleg tudott olyan ténylegesen hitelesített lejegyzések és írásokban azt mutatni, hogy volt-e régen is panasz a fiatalokra, volt. 2600 éve vannak írások, amik arról panaszkodnak, hogy jaj, ez a mostani generáció milyen puha, meg milyen gáz, meg milyen... Védikusban nincs benne, ne aggódj. Az egésznek az a rendszere, hogy nem kell másba keresni a hibát, magunkat kell mindig gorcső alá venni, hogyha azt érezzük, hogy valami nem úgy van, ahogy én szeretném. És ezen nem kell besértődni, hogyha valami nem úgy van, ahogy szeretnék, akkor változtassunk rajta. Hello, ka, igen, ennyi, kész. Jó? Nem tudom, mennyire voltam most ilyen agró, meg most itt voltam egy csomót az dugóba. Nem működtetem a légkondit is a kocsiba, mert egyébként már narancsárga világít az izé. Tehát, hogy most lehet, hogy az izé sok vita most feljedben, hogy meleg is van, nincs is légkondi. Jó, de omtatszat, imádlak, szeretlek benneteket, remélem nem voltam túlságosan vehemens. De én mindig gyűlölöm, amikor valakit bántanak, amikor valaki egy picit jobban segítségre szorulna. A fiatalok azért szorulnak most még jobban segítségre, még most szoktak bele egy tájidegen rendszerbe. A tájidegen rendszer azért tájidegen, mi hoztuk létre szerencsétleneknek, és ők már más értékrendileg működnek. Igen. És ezért utána, hogy bántják a gyerekeket, ezért utána, hogy bántják a nőket, ezért utána bántam bárkit, mert hogy ezért tudod, igen, tehát nem. Szeretet vagy gyerekek, szeretet. És akkor a végén elénekelnek nektek, hogy szarassuk egymást, a gyerekek, a szív a legszebb kinecs. Annál szebb szó, hogy szeretet, az égvilágon ninecs. Ez az 20-as évek így volt, hogy ninecs, meg kinecs. Az élet úgy is tova száll, a sír magába zár. De szeressük egymást,
gyerekek, mert minden percén jár. Mondtad, szóval ez volt a vége. De a végén a kíró, vagy az elején az utolsó fél perc, az kemény, kemény.